vannak annak a gyilkosnak a szülei? Ssss! Miért nem az? Hozzám beszél maga! Inkább menjünk. Mit mondott az imént? Mintaz, mit csinálsz? Hova mentél? Valami baj van? A bátyám egy gyilkos. Az Isten szerelmére szólalj már meg! Mi történt? Leneved róluk a szemed. Az ilyen ügyeidet ne itt intézd. Tedd, amit kell, de ha lehet, én ne lássam, jó? Akkor csukd be a szemedet. Gondold azt, hogy vadászatom vagy. És mit követett el az avad? A területemre tévedt. Terület alatt most a kaszinót, érted? Ne foglalkozz ezzel! Hey. Mielőtt elmész, van egy jó hírem. Mert megírta a cikket. Mi ebben a jó hír? Ő már újabb szívességet tett nekünk. Ez itt valami levélről szól. Hátrahagyott egy levelet. Egy olyan levelet, ami teljesen tisztára most minket. Egy vallomást, amit ő maga vetett papírra. Azért ez nem akármilyen gesztus tőle, mi? Hallgass te! Hogy? Nem neked mondtam. És miért vallotta be? Szégyenében. Nem tett semmit. Mit szégyelne? Nem csak a tetteink miatt szégyeljük magunkat. Sokkal fájdalmasabb, ha azt hiszik rólunk, hogy elkövettünk valamit. Itt vagy például te. Mint gyilkos, nem szégyenkezel. Szégyenedben viszont ölni is képes lennél. Tényleg. Csak nehogy téged nyírjalak ki. Ezen a próbán is jól megfeleltél, fiam. Milyen próbáról beszélsz? Arról, hogy folyamatosan elűzöm azokat, akik engem szeretnek. Az életben vannak olyan dolgok, amiket feltétlenül meg kell tenni, amiket az ember nem tud elkerülni. És csak is egyedül teheti meg őket. Egyedül. Ezt én is pontosan tudom. Azt viszont jó lenne tudni, hogy most mégis mik ezek a dolgok. Most inkább csak egy kérdés van, hogy nem akarnád-e megosztani valakivel a magányodat. Ezt kell megválaszolnod. A magány az életben mindig belülről emészt, kívülről talán nem is látszik. Ezért aztán hatalmas hazugság. És sajnos, ha sokáig kergeted, egy idő után megadja magát és örökre veled marad. Sokan éppen miatt megosztanák, de voltak éppen a magány nem osztható meg, hiszen az már nem magány. Jönnek a barátaink, és velük az újabb próbatétel. Mit kell tennem? Jó, ne. Azon már túl vagyunk, hogy én tanácsokat adjak neked. A szarv túlnőtt a fülön. Az inasból mester lett. Már maga készíti a műveit. Én kérdezem. Nekem mit kell tennem, mester? Nem tudom. Dehogy is nem halljam! Ne húzd az időt! El kell menned innen.
Azt miért tenni? Mert veszélyben vagy. Ali vadászik rád. És ha ő egyszer szagot fog, nem rázod le. Utolér. És akkor mi van? Hogyha téged megtalál, engem is. Figyelek. Ahhoz, hogy ne hozz rám veszélyt, ki kell lépned az életemből. De félek, hiába tűnsz el, nem maradsz tétlen. Mondom, az életben vannak dolgok, amiket feltétlenül meg kell tenni. Muszáj. És azokat egyedül kell megtenni. Bátyám, ha rajtam múlik, így lesz. Tudod, ugye?